Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a hold. Ez jelentheti az anyukáját. Mivel itt a hold mellett megjelenik a hegy, nála vannak itt problémák. Valami megviseli őt. A hold itt jelentheti az ő álmait, vagy vágyait. Itt megvannak ezek az elképzelések, de valami blokkolja őt. Vagy nem hisz az álmaiban, vagy úgy gondolja, hogy nálad van ez a hideg-rideg tartás, és jelen pillanatban ez az álom még nem megvalósítható. Persze a hegy jelenthet hegyvidéket, hogy az az álma, hogy legyen egy kiruccanás, vagy a hegy jelentheti a téli hónapokat is, és úgy tervezi, hogy ez az elképzelés a téli hónapokban meg kell, hogy valósuljon. Tervez veled valamit. Hogyan érzi magát? Itt a gólya jelenti a változásokat. Tehát tudja, érzi, hogy lesz változás. Ez lehet költözködés is. Ha a holdat és a gólyát így együtt tekintem meg, akkor az utalhat arra is, hogy itt lesz egy kisbaba születése. És ez az ő álma, ez a családalapítás. A kutya jelentheti a barátságokat, lehet, hogy ott is lesznek változások, vagy jelenti a hűséget. És mit fog tenni? Itt látható a mozgás, útban van hozzád. Mivel a nap megvilágít téged, az azt jelenti, hogy ő látni akar téged. Sőt, azt is jelentik a képek, hogy megvan a vonzalom, ez a kisugárzás kettőtök között, vagy bizonyos dolgokat szeretne tisztázni veled. A hold szimbolizálja az éjszakát, vagy a titkokat is, de most lesz itt közeledés, változás, hűség, és elmagyarázza azt, hogy ő nyitott veled mindenről beszélni, és ő nem akar titokzatos lenni, nem titkol el előled semmit. És mi fűz össze benneteket? A 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, azt is jelenti, hogy ő boldog veled. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot! Nagyon sok szeretettel, Dendera!